majdnem nagy szobába toppanék, repült felém arám. Nem lesz ma itt Fradi meccs, cserdített öreám. Nyomorogtam laptopom. Így is győzött csapatom. Söreimet megiszom, a többit meg lesz. Komolyra fordítva a szót, hát ez komoly. Férfi munka volt. Meg kell, hogy mondjam, az előző bevezető videóban azt mondtam, hogy nem lesz egy közönség szórakoztató mérkőzés. Erre nagy valószínűséggel az Abu Fáninak ez a csodagólja azért rányomta a bélyegét a máltaiak meccs tervére. Hát berúgta az ajtót ez az izraeli gyerek, elég keményen, mert most azért 3 gólpasszt adott ezen a mérkőzésen. Varga Barnabás, elnézést kérek, kis tévesztésért. Varga Barnabás pedig 3 gólt rúgott. Tehát lehetne hibákat keresni most is, hogy előfelejtkezik a Ramirez. Középpályás védekezésünk nem teljesen jó. Akkor, amikor az Abu Fáni lejött a pályáról, akkor egy kicsit megnyúlt a csapat. Tehát lehetne nagyon-nagyon sok hibát találni, de most minek? Tehát egy nemzetközi kupa mérkőzésen 6-1. Most tök mindegy, hogy ki az ellenfél. Egy nemzetközi mérkőzésen 6-1-re győzött idegenben a Ferencváros. Ezt azt gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon magyarázni nem kell. Persze majd lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy bezzeg, majd a ferőeriekkel mit csináltunk volna. Én azt gondolom, hogy ezen már azért lépjünk túl. Ez a máltai csapat nem volt egy rossz egyébként. Tehát minden bizonnyal az volt a meccstervük, hogy egy komoly terület védekezéssel megpróbálják a Fradinak a szélső játékát kiiktatni, és megpróbálják rá kényszeríteni arra, hogy középen próbálkozzon. Hát ez sikerült is Abu Fáninak úgy, hogy akkora gólt rúgott, hogy körülbelül itt az ablakok már nem kitörtek, akkorát üvöltöttem. Tehát azt gondolom, hogy ez a játékos, nem tudom, hogy ha majd az a pici fölösleg, ami rajta majd lemegy róla, és ezt a formáját tudja tartani, ezt a gólpassz király formáját, akkor hogyan fogjuk tudni megtartani majd egy téli szünet után. Nagyon remélem, hogy ez megmarad. Megmarad a Varga Barnabásnak ez a góltermelő formája. Egy kicsit Eldinget idézi, 5 és felesés környékéről rúgdossa a gólokat, de hát kérem, tehát góltermelőnek hoztuk ebbe a csapatba, és nagyon örülök, hogy megtalálta a góllövő cipőjét. Érdekesnek tartom azt, hogy egy kicsit, mintha felszabadult lenne a csapat. A Szemimájé sokszor, ahogy a kocsmákban szokták mondani, élet a veszély, de most ennek a máltai csapatnak a minősége azért nem hozta ki azokat a vészhelyzeteket, amiből gólt szerezhettek volna, de ő is egy komoly veszélyfaktor, hogyha nem koncentrál oda. Jó lenne, hogyha az a Szemimájé lépne a pályára, aki körülbelül egy évvel ezelőtt játszott. Azt gondolom, hogy most ez tényleg igaza van a speakernek, amikor azt mondta, hogy egy nagy csapat találkozott egy kis csapattal, ezt most nagy képűség nélkül lehet mondani, mert itt azért kijött a különbség a két csapat között. Volt, amikor szerencsénk volt, az első 10 percben megint, tehát az Abu Fáni gólja után, mintha tényleg egy kávét ki kellett volna jön ivószünet helyett egy kávészünetre, és be kellett volna dobni, mert olyan, mintha minket zavart volna meg a vezetés megszerzése. Valószínűleg nem ez volt a meccsterv, hanem a miénk, hanem az, hogy egy védelmet kell majd feltörni, és az Abu Fáni fölrúgott mindent szerencsére, de elsősorban azt a gólt, az a megképesztő. Tehát ennek a srácnak a játék tudása, ahogy megszerzi a labdát, azt szokták mondani, hogy rááll a labdára. Tehát nagyon nehezen tudják tőle elvenni. Kicsit a Lisztes Krisztiánnak a labdatartására emlékeztet az ő játéka, és van hozzá egy olyan szintű játék intelligenciája is, elképesztő. Tehát nagyon nagyot fogott vele a Ferencváros, nagyon remélem, hogy nem fogják szétrugdalni az otthoni mezőnyben, és nem lesz vele semmi probléma, mert ahogy elmondták, valószínű a belga srácot is azért hozták ide, hogy erre a szerepkörre gondoltak, de egy ilyen gólpassz királyt azért ez elképesztő. Hát csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Vagy van olyan szurkolótársunk, aki majd
fog majd hibákat is találni, még így is. Természetesen azzal fogják kezdeni, hogy hát mégiscsak egy máltai csapat, de azt is meg kell nézni, hogy például az a ferőeri ellenfél azért kiket intézett el. Tehát ma már nem olyan világ van, hogy nem csak a Fradinak, hanem senkinek nem szabad lenézni olyan csapatokat, mert pontosan ezért, mert fekete ló, és egy nagyon kőkemény védekezéssel, amit azért itt is próbálkoztak, sokszor eléggé gusztustalan játékkal, meg hogy mondjam, de azért azt láttam, hogy nem ült fel a Fradi a provokációra, fölvették a kesztyűt, ha kellett, akkor ők is válaszoltak, de igazán nincs miről beszélni. Most már azt gondolom, hogy nagy képűség nélkül lehetne azt mondani, hogy lehet készülni a következő ellenfélre, de azt gondolom, hogy a visszavágót is komolyan kell venni, és nagyon-nagyon fontos, hogy senki ne sérüljön meg. Most már azt gondolom, hogy nagy képűség nélkül lehetne azt mondani, hogy lehet készülni. Itt úgy hallottam, hogy főleg a litván ellenfél az, akire majd készülni kell a csoportkörhöz való jutáshoz. Nagyon jó lenne megint egy olyan sikeres évet zárni, mint a tavalyi. Most lehet, hogy a konferencia ligában, de legalább ezt sikeresen kellene abszolválni. Nagyon örülök, hogy nem lett igazam. Nagyon örülök, hogy talán még azt lehet mondani, hogy közönség szórakoztató volt a játék. Nagyon örvendetes az, amit például a Sigér Dávid bemutatott, hogy 5 vagy azt hiszem 6-1-nél, már nem tudom, olyan elánnal csúszott oda az utolsó percekben, mintha az élete múlna ezen. Azt gondolom, hogy ez a Ferencvároshoz méltó mentalitás. Nem azt mondom, hogy a technikai tudása tökéletes, de a mentalitása az biztos, hogy a Ferencvároshoz méltó, és én nagyon örülök, hogy nálunk van. Megérdemeltem azt, hogy a hosszabbítottak vele, ahogy le is nyilatkozta, hogy 32-33 évesen, ha valaki elmegy a Ferencvárosból, oda már visszatérni nagyon-nagyon nehéz, maximum oda öreg fiúkhoz, a Bánki Dodiékhoz. Igazán nincs mit tovább ragozni ezen a mérkőzésen, mert a visszavágón minden ki fog derülni. Most jelen pillanatban a Lokinak a mérkőzése zajlik, illetve, ahogy látjátok, a Sepsiszentgyörgy mezében vagyok, nekik is drukkolok. Tehát a szokásomhoz híven elmondom, hogy innentől kezdve csak a Fingot köszörülném. Szép volt Ferencváros, azt gondolom, hogy ez igazi férfi munka volt, profil lehoztátok. Nagyon-nagyon köszönöm azt a mentalitást, amit most végre már a pályán láttam, akár idegen légióstól, akár magyar játékostól. Máté Csaba megérdemli a bizalmat, a további bizalmat. Azt gondolom, hogy ezt a mérkőzést jobban nem tudta volna lehozni egy nemzetközi sztáredző sem. Tehát befejeztem, hajrá Ferencváros, hajrá magyar foci, hajrá magyar szurkolói kultúra. Jó éjszakát, sziasztok! Ígyatok egy sört!